Nagy örömmel fogadták ma délután a Magyar Ilona Általános Iskola diákjai a Rotary Klub Kecskemét tagjait, hisz egy igazán kedvükre való rekordkísérletben vehettek részt. Ők is hozzájárulhattak ahhoz, hogy a Rotary Magyarország megdöntse az egy időben több helyszínen legtöbb jégkrémet evő gyermek hazai rekordját. Kecskeméten a Magyar Ilona Általános Iskola diákjai mellett a Petőfi Iskolában, a Szent Imrében, a Kadafalvi és a Mindelefi Iskolában zajlott az új rekord felállítása. Összesen 1100 jégkrémet osztottak szét a gyerekek között. A Rotary Magyarország úgy döntött, hogy idén közelgő gyereknap alkalmából minél több gyermekhez megpróbál eljutni, és jégkrémeket viszünk a számukra. Ezzel megpróbáltunk volna egy rekordkísérletet is összehozni, ami ha minden igaz, akkor sikerült is. Nem meglepő, hogy hatalmas volt az érdeklődés a rekordkísérletre. Ricu Péter elmondta, hogy országos viszonylatban mintegy 4000 gyerek részvételére számítottak, már ez is elég lett volna a rekord felállításához. Végül azonban a diákok létszáma elérte a 24000 főt. Így garantáltan bekerülnek a magyarországi rekordok adatbázisába. A Rotary hagyományt szeretne teremteni a gyereknaphoz kapcsolódó programból. Ezzel is erősítenék a közösségi érzést, országszerte népszerűsítenék a Rotary klubokat.